Yeah. Oh, mit csinálsz? Ne gyere ide, ne akarsz el. Na. Mert... Megkenlek? Ez az. I love my spice. Scheiss. Oh, wow, wow, fiú! Na, gyerekek. Az a helyzet, hogy ugye most láttátok a videót, amit most kiraktunk, hogy a tejbe grízt elfogyasztotta se perc alatt Gyula. Bocs, hív egy szám. Elveszed. Most hív egy szám? Igen. Felveszük a számot is. Jön az. Na, itt van. Mindegy. Tejbe. Tejbe grízt. Megjártunk. Megjöttük. Menjünk meg újra. Nem indítod. Nem mindig, ne jó, mindegy, ne vedd újra akkor. Most mi? Vegyük újra, bebotultam. Nem baj, most már mondjam. Jó, na, gyerekek, láttátok a tejbegrízes videót, amit megnyert a Gyula. Hogyne. A Gyuszi, Gyula. Gyuszi, Gyula, Gyula, mindegy. Nyuszi. Gyuli, tudsz azt mondta neki, Gyuli. Rudi, Rudi, jó van, Ruszli. Megnyert, és most, Ruszki. És most folytatnánk egy másik kihívással. Érkeznek hozzánk körülbelül 5 perc, és itt 10. vannak. 5. Most. Akkor 5. 5 perc. 5 perc. Komolyan csak 3. 5 perc, és itt vannak gyerekek. Niki elkészítette a bolognai spagettit. Igen. Frissen. Igen. Bolog, milyen porral? Bolog. Magis. Magis. Magis porral. Ketchup. Ketchup kell rá. Neked? Mindkettőnknek. Akkor viszont... Sajt. Akkor az arányon változtatunk, tehát úgy csináljuk, hogy 1,5 kiló legyen. Másfél kiló. Igen, és akkor úgy csináljuk, akkor, hogy a húst meg azt a... Mindegy, úgy lesz másfél kiló, hogy ketchup minden van rajta. Úgy? Úgy, úgy kell másfél kilónak lenni, hogy van rajta ketchup, minden, és akkor úgy jön ki másfél kiló. Hát nem úgy, hogy most másfél kiló, mert még teszel rá külön ketchupot, sajtot, de... Hát és ne ő nem szereti ketchuposan? Akkor ne ő kevesebbet kap izét, akkor te meg többet kapok izébe. Annyi. Megoldjuk. Jó. Na, gyerekek, hamarosan itt vannak, úgyhogy mi addig előkészülünk, kipakoljuk a tányérokat, és akkor, hát, győzzön a Jobbik, nem tudok mit mondani, mert hiába mondom azt, hogy Gyuszi fog győzni, mert soha nem tudhassuk azt, hogy kiben milyen versenyszellem, vagy kiben milyen tehetség van. Így van, így van, így van. Úgyhogy a szervezetét... az embernek, hát minden szervezet más, azt akartam ebben kifejezni, úgyhogy nem is szaporítom a szó, gyerekek, előkészülünk, és akkor jövünk vissza. Fél liter kólát kell hozzá megyünk. Mi? Ez idiót, hát most mondtam az előző videóban, hogy egy 2-3 orosszával ezelőtt. Nem igaz, fél litert mondtam hozzá? Igen. Én 1 litert én jegyeztem, na akkor legyen fél liter. Én azt hittem 1 liter, de jó, hogy fél liter. Úgy állsz, mint én a boxsal. Akkor jó, hogy fél liter. Már nagyon merészkedik, azt kikapol végén, vigyázzál. De ha kikapok a spagettibe, akkor a kólába. Nem magyarázom. Hogy mérik ki a fél litert? Két nagy pohárból? Ott a izé, majd mérik. Két egy pohár. Annyi az egész rá, akkor az 500 gram. Annyi a fél liter, nem? Hát jó, de ezek 3 decisek. 5,5 kiló. Igen, az. Na mindegy, lényeg az. De most mi van abban? Elég, 3 decis akkor. Jó, mindegy, 3 deci pont ott van. A lényeg az, kivered a fejemből, amit akarok mondani, és már most mérges vagyok, mert elfelejtettem kurvára, amit akartam mondani. Kirakjuk, amit kell, hogy az asztal. Már is felejtettem, ennyi volt. Úgy állsz, mint a boxer. Igen, úgy állok, mint a boxer. Oh. Küzdősportot csináltam éveken keresztül, gyerekkorom óta. Nagyon sok érmet megnyertem, aranyérmet, kupát, mindent. Jó, most apatesttel rendelkezem már. Nem csinálom, nem űzöm. A lényegében annyira elszállt a fejem, és azért mondtam, hogy már emelje, hogy mondtam, hogy most meghalsz, véged van. És megvertek. Ennyi, úgyhogy, úgyhogy ne szálljon el a fejed, mert lehet pont most fogok kikapni. Tudom. Szerény maradjál, mert ha nem, akkor... Nem leszel szerény. Szét égetlek. Jó, egy nagyítóval. Viasszal. Vagyis, hogy most hogy jött a viasz? Na mindegy. Nem tudom. Na mindegy, csináljuk, mert mindjárt itt van. Csináljuk. Ezt elviszem én ezt a laptopot, mert néztem a... ezért... Tartalmakat. Igen. Na, húzzuk ki. Na. Jövünk vissza, gyerekek. Na, sziasztok, gyerekek. Már is itt vagyunk. Beszeretném nektek mutatni Attilát. Feri. Ferenc. Attila. Most ez elég kárlak. Na mindegy, Ferenc.
Összekeverted a te ellenfeleddel, nem? Tényleg, én is felversenyezek egyet. Sőt, így a Katillának. Na, még egyszer! Én is versenyezik. Sziasztok, gyerekek! Bemutatom nektek! Ferencet! Ferencet! Hello! Nyuszit ismeritek? Hello, hello! És az a hely... Mi? Nem Nyuszi, Gyuszi. Nyuszit mondtam. Na, Gyuszi. Akkor Gyuszi, mindegy, Nyuszi. Jó. Ő a kis pufi. Ez az. A kis ruszli. Igen. Jó van, ruszli. Semmi baj. Ruszli. Na, gyerekek, most hatalmas összecsapás van. Azt kell, hogy mondjam, kettő Szabolcsi. Mind a kettő Szabolcsi. Ferenc is, és Gyula. Nyuszi is. Gyuli. Mindegy, Rudi is. Jó, bár, már elfogadom. Rudi. Úgyhogy gyerekek, azt kell mondani, Hajdú-Biharba két Szabolcsi fog megmérkőzni. És várjatok, egy kicsit emeljünk a téten. Azt mondom, hogy legyen, ezt bedobom. Legyen 20.000 forint, tessék. Aki megnyeri, az övéért. Emeljünk a... Mi van? De csak elgondolkoztam. Jó, rendben van, oké. És gyerekek, beállítsuk a mérőt, kimérjük, ahogy az előző videóban láthattátok. Az a helyzet, hogy Ferenci érkezése... Ferenc érkezésük előtt egy 10 perccel főtt meg a kaja, úgyhogy pont szoba hőmérsékletű, fogyasztható állapotban van. Úgyhogy ki is mérjük az ételt. Bemutatom a kamerásomat, Jean-Claude Van Damme név. Sziasztok! Szia, Niki! Szia! Jó, Gyuszi. Ezt odaadnám Gyuli. Neked, parancsolj! Köszönöm. Akkor jön az ja, első mérés. Hogy kell nullázni, hogy nullázni? A tare! Téren! Így is, akkor még? Ezt nyomj be? Téren! Jó, szuper, lássátok! És akkor a tésztát kapcsuk rá. Elég az, ami azt tegyed. Úgy csinál nekem generál ketchup, légy szíves. Jó. Jaj, belekinált a gyomlomba. Úristen. Dick! Hallom mi? Elég az van, nem? Jó, 500. Leveszünk belőle. Legyen 500. Igen, azt akarom, hogy akarom csinálni. Fél kiló tészta. Az jó, nem? 500. Vacsorára csak elég van. Most? Jó, hát én meg hazamegyek eszek. Hát én meg írtál. Még hazafog. Nem jó. Show. Na most? Na jó, 99, oké, megvan. Jó, és akkor most rakjuk rá a húst. Igen, most tedd rá a húst. Összesen hány, mennyit fogunk? Fél-fél. Lassan csukkosan. Most veszünk vissza, most így. Mennyi? 12 grammal több. Nem egy. Az én voltam? Igen. Michael Jackson az volt. 12 grammal több. Oké, okay. Jaj nem, ez a villa okozott tiéd. Igaz? Az és akkor neked sajt nem kell rá? Sajt, ketchup, vagy sajt? Ketchup kell rá. Sajt? Sajt és utána rá ketchup, igen. De viszont úgy kell csinálni, neked nem kell rá ketchup. Nem. Akkor nem. Valamennyi dekával neki egy kicsit sajtból, vagy valamiből többet, mert ez jó. Nekem meg fogja nyomni. Jó, és akkor ez a Gyulái lesz? Igen. Úgy. Nos, van így 1100-nál. 1100, és akkor mennyit kell enni? Most jön rá a ketchup. De mennyit kell enni? 1200-t. Jaj, 100 grammot. Nézzed. Pont elég, amúgy az. Ahhoz kell rá, hogy 100 grammot nyomjon. Neked kell. Nem lesz annyi. Jó.
Ott van. Pont. Tessék, 1200. Én elhiszem. Ki van mérve pontosan? Parancsoljon, uram. A villámat megkaphatom. Persze. Ez volt a sajtos. Jó, beszélünk. Nem így van. Na jó, van akkor. Az itt eszel. Nem kezdhetsz. Úristen. Jó súlya van ennek, te. Tényleg? Jó. Hogy érzed? Ferenc, mondj valamit. Simán be fog menni. Az már jó, akkor én már ennek örülök. Ennyi. A baj összekeverem közben, hogy a ketchup szép menjen benne. Igen, csak akkor viszont neki is meg kell válni az időt, hogyha ő is akar valami keverést. Neki nem kell rá a ketchup. Én meg a ketchupot keverem el. De mindegy, akkor is neki is joga van hozzá. Jó, rendben, oké. Okay. Hogy összekavarja. Így összekavarhatom, vagy jó. Jó. Oké. Akkor ezt itten el is rakhassuk. Oké. Most jön rá hús. Én nem tudnám amúgy ketchuppal megenni, őszintén szólva. Én sem. Nagyon szeretem ketchuppal. Nagyon szeretem. Majd szóljál már, mert nem nagyon látom, most a szemembe süt. Jó. Egy kilónál szóljuk, hogy... Na akkor egy kiló egynél, nem? Mert neki 10 deka volt a saj, ugye a ketchup. Igaz. Neki meg nem kell rá ketchup. Vagy több sajtot rakszál. Én 100 sajt. Jó, legyen sajt. Jó, akkor most sajtot. Ami azt jelenti, hogy mennyit nyomtál rá? 10 grammal több sajtot tegyél. Nem. Hány grammat tettél ebbe? Ketchupot. De miért kéne neki többet? Hát, ha neked 1200, neki is 1200 lesz. Csak igen, neki de igen. Azt mondom, hogy neki több sajt kell bele. Igen. Azt hittem, hülye vagyok. Hát nem hiszem, tudom. Jó. Neki több sajt kell bele. Leszedünk még, hogy nem lesz annyi. Annyi lesz az. Hát igen, ez nagyobb csomó lesz is így, mert ugye a ketchupnak a légtömege. Ott a sajt. Az több. Mennyi kell még? 66. Azt hiszem 66 gram kell hozzá. Jó. Ott a sajt. Nincs csak kutucra szeretni. Megy a mérő? Uh-huh. Szóljál meg neki. 145. 6-7. Lassan. 150. Ez trapista sajt. Na? Ha mennyi? 159. 160. Úristen! Jó, az a 22 gram most nem indulunk fel. Így van, hát jó. De hogy ne lenne jó? Hogy ne, az előbb is 10 grammal vagy 10, tegnap is több, most is több 20 grammal. Jó, van, már nem egy kiló valadó többet. Tegyél egy pici húst. Holnap egy kiló valadjál többet. Sok ide oldalra, akkor az összképet. Nem várja, mert már elment. Jó, megvan az már. Az megvan, hagyj inkább, csináljuk. Megvan. Jó. Ja, igen, a villa, az hol van? Hát az eltűnt. A sajtot. Azt eltüntették. A sajtot. Ja, igen, ott van, de... Úgy... Jó? Uh-huh. Na. A sajtos, tehát oké, és ezt elpakolom minden. Kavarnát majd dönts ki. Jó, egy pillanat. Kavard nyugodtan össze, így. Így van. Kicsit egyen lejjön, mert megakadt a tejbe, Krisz. Megakadt a tejbe, Krisz.
Mi van, Gyula? Nézem már, hogy... De miért nem szakítod le róla? De ezt a kupakot annyira jó kitaláltál. Hát mert valaki már legyelte, tudod. Igen. Mint te? Mint én. Nézem, hogy mi újság van. Rakd az egymás mellé, és akkor... Ez így jó. Elfogadható, jó? Elfogadhatom, azt mondja. Jó, elfogadható. Jó, elveszem a mérőt. Ám is poharat. Nincs, hogy tiszta legyen ki. Akkor ez úgy van, megesszük, iszol közben kólát. Hát, meglátom. Jó, és akkor ha a kóla is elfogy, meg ez is akkor. Jó. Igen. Oké, és jövök ide. Tehát gyerekek, még egyszer. Ferenc és Gyuszi, Gyula, jó van már, mindegy. Mindegy! Gyuszi! Attila is, Gyuszi, Ferenc. Jó van, és Attila, majd én is kipróbálok egy versenyt Attilával, igen, majd én is jönni fog. Úgyhogy gyerekek, adjunk bele mindent, nézzük, győzzön a Jobbik. Ugye még elmondom minden egyes videóban, hogy Gyulát még... Nem verték le. Nem verték le, de... Soha nem lehet tudni, hogy még versenybe fog kikapni. Nagyon-nagyon sokkal mentem már eddig, igen, de nem győztek. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy most. Nem lehet tudni. Gyerekek, 20 000 forint a győztesnek, üti a markát. Győzön a Jobbik, én azt mondom, két Szabolcsi. Visszaszámlálás nullánál. Gyerekek, 3, 2, 1. Nulla! Ferenc nagyon jól megindult, gyerekek. Azt kell, hogy mondjam. Kicsoda? Gyuszi. Én nem Gyuszi, Nyuszi. Akkor Gyuszi. Gyuli. Gyuli, én azt hittem, hogy te mondod Gyuli. Gyuli. Most már az a nem, mondhatom neki bármit, nem fog szólni. Tele van a szája. A szemére csapódottam. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy jó a haladás, nagyon jó a haladás. Gyula, mit mondasz? Semmit. Beszélj. Gyerekek, hatalmas nagy mérkőzés van, azt kell, hogy mondjam. Minden gyerek. Nem tudom. Ó. Na? Ó. Á. Ó. Á. Miki, mit mondasz? Hát úgy látom, hogy Gyuszinak nehéz. Nehéz. Én úgy látom, hogy Ferenc felvett egy tempót, de Gyula, mi van? Úgy láttam, mint hogyha... Láttad, te így csináltad. Hány idegem le. Tényleg? Láttam. Hát ez lesz a végzeted most. Na? Na, Gyula, Gyusi, ezt szerintem Ferenc el fogja vinni, gyerekek. Mi? El? Majd nem tudom. Ne beszéljek. Hagyja. Jó. Reggeteg. Ferencnek egy technikája van, te iszol a próbát, az felnyomja, és azért izéz. Nem, könnyebben nem megy. Nem könnyebben, a sav felnyomja. Jó, amikor meg akar itt, azt akkor le kell, hogy valamivel így. Igen? Ha. Honnan tudod? Hát már ettem már, te nem ettél még életedben? Akkor. Múltkor én is úgy jártam, amúgy egyébként.
pedig csak egy falatot kaptam, az majdnem megfulladtam. Igen. Aha. Vissza akar jönni. Akkor feladod? Nem tudom. Vissza akar jönni. Vissza akar jönni. Vissza, mint a izében, ja. Az a régi telefonos bezsebb. Visszamenjél! Itt van egy centrifug a hóna alatt. Izé. Skywalker Lajos. Jó, Ferenc. Skywalker Lajos. Fú, Gyula. Pedig már nem olyan sok van Gyuszinak. Baromi sok ezt. Hiába, hogyha a végén az utolsó falatnál is feladhassa. Peppe! Azért Ferencet se hagyjuk alá, gyerekek, mert azért ő felvett tényleg egy tempót. Jó, Gyula nagyon-nagyon keményen elkezdte, de viszont ő neki már full dobbik, én látom. És ilyenkor nincs egy perc szünet, mi? Nincs. Nem, ez baj az. Mennyi? Egy perc szünet. Jó, adunk egy perc szünetet. Lehet egy perc szünet. Ami azt jelenti, hogy most van... Ha újra a hármashoz írunk. Nem, menjünk a hatosig. Legyen 1 perc 15 másodperc. Tehát most a mindjárt a hatosom van. És akkor... Hát de az még nem is egy perc, körbe kell menni. Ah, igen, körbe, igen, kell, körbe megy. Mindjárt hatod? Most. Mostantól számunkat? Egy perc. Egy perc. Igen, az szünet. Az szünet van, amúgy nyugodtan. Hát de ő nem áll meg. Ja, aztán nem. Beránk. Legyen akkor szünet. Na. Legyen? Engeddel akkor a villát. Akkor 12-kor, 12-esre ér a mutató, és akkor megfőni lecsebb, az pontosan egy teljes perc. Majd most. Most. Na, gyerekek, közül beszéljünk. Tehát nézzük meg, hogy kinek mennyi van még hátra. Gyulának annyi, Ferencnek annyi. A kólából hiányzik körülbelül. Hát két és fél deci. Annyi. Igen. Annyi hány, de 3 deci is a pohár. Igen, annyi. Körülbelül. Gyula, hogy érzed magad? Állapom. Ferenc? Jó, ennyi. De ő nem evett. Én megettem. Megdagadt a tejbebrízon a hasába. Meg, gyerekek, egy kiló tejbebrízon a hasába egyébként. És... Most rosszul lett, hogy kimondtam. Feladod? Dehogy adom. Mindjárt. 10, 9. Igen, a gyerekek 5 másodperc. 6, 5, 4, 3, 2, 1. És indul. Indul. Visszajött. Teljesíted, az nem? Mit csinálsz te? Bocsánat, nagy a lába. Hát azért kezd már átlépni. De múgy, hogyha arra... Jó, hogy arra felraktam a viszont. És akkor itt előtte elmész majd inkább, jó? Jó. Jó. Na most van! Na most van, gyerekek! Hú-hú-ha. Na most szoros a helyzet. Jó. Jó. De neki már az nem számít, mert én már megitta. Ez pluszba kérte. Uh-huh. Ja, igaz. Mert egy pohárral volt. Tényleg, igazad van. Úgyhogy ha neki ott marad, és semmi. Mi? Hány iskolád van? Van sok. Hány? A 16. Abból letagadtad már, hogy 10. Ugye? 16. Hát igen, nekem 80 gyerekek, az asszonynak 16 iskolája van, nem, kétszer. Csak a 16 évig jártam iskolában, nem 16 iskolában. 16 éven kereszt. Na, én meg 8 évet jártam. A fél életem iskolába jártam. Igen, is. Akkor te kétszer annyit jártál iskolában, mint én. Igen. És én okos vagyok, és te letagadhatnál 12-t. Te meg 8-at.
Óvodás legyek. Na megállj. Na, közben figyeljünk. Jó, az óvodás is számít. Én menekülök. Te is akarom látni. Én se esküszöm, mert én nem nyalom ezt a zégült. Gyulától félek a legjobban. Én is. Még ma nem sok van neki. Kérlek, másodperc, meg én már végem. Végem. Oh, Isten gyereke. Csukba, már hideg van. Ferenc, azt mondom nektek, gyerekek, felvett egy tempót, és azt ő tartsa. És hiába, itt vagy. Itt a... Kész vége. Fel kellett álljak, mert itt meg volt már ragadva. Megakadt. Köszönöm a győzelmet. Ez már nekem nem számít, mert már megittam. Igen, csak igen. Ott még van egy falat. És ezt úgy tudjuk csak elfogadni. Jó, szóval nem, mert az kiment oldal, de így már elfogadjuk. Hát szép volt. Hogy érzem magad? Elhagytó szóval. Jó napot. Az, amit még eszed. Jó napot, igaz. Hát nem, hanem nagyon-nagyon megnyomtam a hasam, és hát így nem lett. De kimentem. Még jöhetem már még. Úristen. Láttatok ilyet? Hát ilyet még nem. Én is amúgy. Esküszöm neked. Gyuszival nincs bírás. Azt kell mondjam, gyerekek, hogy ez már nem fenomenális, ez már kriminális. Muszáj voltam, mert ha nem állok fel és nem meg kell levegőre, nem csak meg hirtelen levegő, kihánytam volna az egészet. És most jó? Szerte széthánytam volna mindent, jobb. És még kólát is. Hát, gratulálok, Gyula, parancsolj. Köszönöm szépen. Megnyerted. De köszönjük szépen Ferencnek is a játékot, hogy részt vett. Igen. Azért őtet is meg kell, hogy dicsérjük, gyerekek, mert azért nézzétek meg azt a tömeget, amit ő is elfogyasztott, azért az brutál komoly. Tehát én a negyedjék se bírnám, sajnos hárman próbáltunk. Megütöttem most. Most nagyon is. Egy kiló 20 deka. Egy kiló 20 deka. Meg azért egy 2 kiló 20 deka. Tehát 2. Plusz üdítő. Plusz üdítő. Meg a banán is ott volt. Igen. Lemegy ez a pizza, szerintem nem. Készülünk Nyíregyházára, gyerekek. Holnap megyünk Nyíregyházára, belerek egy 60 centis pizzát. Megeszem. 25 perc alatt. Nem kell nekem 30. Igen vagyok. Hát gratulálok. Jó van. Gyerekek, megnyertem. Most elbizonytalanodtam a végén, mikor láttam az erlési azért gyakorlatokat, mint a tehén erlik. Megnyomta annyira a hasamat. Mert ült és nem fért bele magam. Igen, itt megakadt. Itt. Igen, de felállok, kimegyek, már csak eddig van, érted? Most megint kell. Én mondtam, Gyuszinak 3 gyomra van. Azt kell mondjam, hogy te tényleg Ferenc is, hát látszik, hogy Szabolcsi, mert azért egyből látszódott, ő is azért rengeteg tömeget elfogyasztott önnek kaját, úgyhogy bravo neked is innen, nagyon köszönjük a játékot, Ferenc. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszottunk. Uf. Igen, hát indulunk Nyíregyházára, gyerekek, és megpróbáljuk azt a nagy, vagyis ő megpróbálja ezt a nagy pizzát, én elviszem a helyszínre, és hogyha... Én is megyek. Te is jössz? Igen, arra kíváncsi. Hát akkor én viszem az asszonykámat is. Nem viheted. Viszem! Nem szurkolni kell neki. Szurkolás kell, hát! Legyen már büszke rám! Jó, rendben. Akkor ma hozunk egy utánfotót, hogy beültessük, jó lesz? Majd akkor én belőlök oda, hogy hagyj üljön kényelembe. Nem is papus vagy, hanem csizma, fiam. Gratulálok. Hát, egyszer. Na, gyerekek, jelentkezünk. További szép napot, illetve hétvégét, estét kívánunk nektek, majd jövünk a következő videóval. Na, császtok! Sziasztok! Sziasztok!